100 éves tapasztalattal rendelkező svájci holding része a Metoxit, amely az óraipar, legújabban pedig a fogászat számára gyárt kerámia termékeket. A cég most először létesít Svájcon kívül üzemet. A 2,5 milliárd forintos beruházás Székesfehérváron valósul meg. Az ezt bejelentő tájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar gazdaság eredményeivel, a sikeres válságkezeléssel és a növekedéssel indokolta, hogy a külföldi befektetői bizalom magas fokú az országban. Ma bejelenthetjük, hogy a speciális kerámia termékeket gyártó Metoxit vállalat Székesfehérváron 2,5 milliárd forintos beruházás keretében hoz létre új speciális kerámia termékeket gyártó egységet. Ez a beruházás 80 új munkahelyet jelent Székesfehérváron. Egy 6000 négyzetméteres csarnokban fognak kerámia alkatrészeket gyártani orvosi implantátumokhoz, és kifejezetten keresett óra márkákhoz. A svájci vállalatok a 11. legnagyobb beruházási csoportot alkotják Magyarországon, összesen mintegy 31 ezer embernek adnak jelenleg munkát. Ezt növeli az újfehérvári gyártóüzem majd. Dr. Giancarlo Gullo, a Metoxit vezérigazgatója elmondta, azért választották a várost, mert jó munkaerőre találhatnak itt, és jó területre, amely a szükséges infrastruktúrát biztosítja. A város országgyűlési képviselője szerint ez a döntés is igazolja, hogy az elmúlt években Magyarország és Fehérvár már bizonyított a gazdasági befektetések számára megfelelő környezet létrehozását illetően. Olyan gazdasági környezetet teremtünk az elmúlt évek munkájával, amely vonzó egy svájci cég számára, és megtiszteltetés nekünk, székesfehérvárjaknak, és azt hiszem, hogy a fehérvárjak nevében is mondhatom, hogy mi nagyon-nagyon örülünk, hogy minket választottak, hiszen ez elismerés annak a munkának, amit mi Székesfehérváron végeztünk az elmúlt 12 évben, és nagyon örülünk, hogy itt vannak, Isten hozta őket Székesfehérváron. A svájci vállalat nem csak gyártani fog Székesfehérváron, tudományos kutatási tevékenységet is folytat majd, ami szintén garancia lehet rá, hogy a fehérvári projekt hosszú távon is sikeres legyen.